Szép estét kívánva, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. A mai esti vendégeink újfent dr. Specze János és dr. Dávid Szabolcs. Jó estét, köszönöm. Uraim, vágjunk is bele, ott folytatjuk, ahol két hete abba hagytuk, a körszönyszerződés bebiztosításánál hagytuk abba, tehát próbáljuk ott folytatni, hogy legyen folytatólagosság a múltkori és a mostani műsor között. Ki kezdi, uraim? Kezdeném én, ha megengeded. Tessék. Akkor a kölcsönszerződést vettük át utoljára. Csak így gyorsan összegezném, hogy a kölcsönszerződés általánosan pénzösszegre, pénzösszegnek való kölcsönadásáról vagy átadásáról szól a hitelező és a adós között. Törvény nem szab meg írásos formát, törvény jogosultságot ad, vagy lehetőséget arra, hogy a szerződési felek megegyezzenek, hogy az a kölcsön kamatos vagy kamatmentes legyen. A kamatot ki lehet fejezni százalékban, vagy összegben, vagy más módon, amiből világos lesz, hogy milyen pénzösszegben minősül meg az a kamat. Annyi föltételt szab meg a törvény, hogy ez a kamat láb vagy kamat magasság nem lehet a jó erkölcsökkel szemben. Ezt a praxis úgy szabja meg, vagy magasságba úgy állapítja meg, hogy az a korrekt, vagy az a határ, vagy a általános kamat láb, ami a piacon aktuális adott helyzetben a általános kamat magasságnak felel meg. Például a kokáért, hogyha a piacon 5 és 18 százalék az a kamat, akkor általánosan ebbe a közegbe mozoghatunk, úgyhogy ha 18, vagy akár 19, vagy a 5 helyett 4-be egyezünk meg, akkor az maximálisan vállalható, és a törvény által rendben lesz. Amellett, hogy kölcsönt illetve kamatot kérhetünk a kölcsönadott pénzért, az mellett biztos, hogy meg kell egyezni, vagy megegyezhetünk, jó, ha megegyezünk a határidőn, azon, hogy az adós milyen részletekbe, vagy egy részletbe köteles a határidőn belül visszafizetni, azaz, ha ez hiányzik, akkor a törvény módosítja általánosan, hogy a hitelező jogosult felszólítani és megszabni azt a fizetési határidőt az adósnak, viszont ez a határidő korrektnek vagy megfelelő hossznak kell, hogy legyen. Ennyit általánosan hozzáfűznék, és rácsatolódnánk aztán a igények biztosítására, illetve a kölcsönadott pénz bebiztosítására, amivel kapcsolatban a leggyakoribb problémák keletkeznek. Az pedig az, hogy vegyük a két magánszemély esetét, de ez lehet két vállalkozó esete is. Nem szeretnénk ebben esetben arról beszélni, hogy a bank vagy nem banki szubjekt és a magánszemély esete. Például két magánszemély esetében szükséges az adós szempontjából elolvasom, hogy mit írok alá, értem azt, amit aláírok, ha nem tudom, akkor rákérdezem, tanácskozok, stb. És a hitelező szempontjából átvizsgálni, hogy milyen anyagi helyzetben van az a adós. Még mielőtt megkötnék valami szerződést, még mielőtt kölcsönadnám azt a pénzösszeget. Ezt átvizsgálni tudom, nem muszáj nekem valami nyilvános vagy nem nyilvános adatokhoz férni, ezt igényelhetem én az adóstól is, a jövőbeli adósomtól, hogy bizonyítsam valamit, vagy esetleg mondja meg, hogy mennyi a keresete, mennyi, milyen részletekbe vagy nem részletekbe fogja tudni fizetni a kölcsön. És ő mindent van-e elmond? Hát ez a szerződések megegyezése nem muszáj, de akkor én már tudok egy valamilyen módon kalkulálni, hogyha nem mondja meg, hogy mennyi a bevétele, vagy mivel tud kezeskedni. Tehát van egy rálátása igen, az ügyfélre. Igen, úgyhogy már tudja, hogy mennyire bízható, vagy mennyire korrekt az a másik szerződési fél. Úgyhogy, mert a leggyakoribb probléma az, kölcsön adtam a XY-nak, mindegy, hogy ismerős, nem ismerős, nem tudja visszaadni. Jó, bepereljük, vagy beadja a keresetet, a fizetési meghagyásra, kiadására igényt,
és a végrehajtásból kiderül, hogy ma 5 éve nincs állandó bevétele, nincs munkahelye, vagy ha van munkahelye, akkor úgymond, ahogy szokás mondani, feketén dolgozik, értéke, vagyona, ingatlan, kocsi nincs, vagy ha van, akkor hitelre, leasingre, úgyhogy semmi nem az adósé. És akkor a végrehajtó egy hónapon belül a végrehajtástól küldi a levelet, hogy a szituáció a következő, nincs semmije, és azon kívül még van 3 adóssága előttünk, úgyhogy majd, ha lesz pénze, akkor először kifizeti a sorrendben előttünk levőket, majd valamikor mi is sorra kerülünk, esetleg az a magánszemély időközben elmegy csődeljárásba, és a igényünket maximálisan papíron fogjuk látni, és valójában nem fogjuk tudni lehajtani soha. Úgyhogy ez az a faktor, ami a általános módján legegyszerűbb, de nagyon nagy rizikóval jár. Azért, hogyha ügyfél hozzánk fordul, vagy hogyha valaki kölcsön szeretne adni valakinek, utána kell járni. Ha van, és ha nagyobb pénzösszegről van szó, ugye mindenkinek más a nagyobb pénzösszeg, de itt úgy minősíteném, vagy úgy magyaráznám, hogy a 1-2000 eurót egy produktív személy, aki vállalkozik, vagy munkaviszonyban van, le tudja fizetni, le tudja törleszteni. Ha arról beszélünk, hogy 10, 20, 30, akárhány ezer euró, azt standard körülmények között nagyon lassan, vagy lehet, hogy időközben megakad, és sehogy. Úgyhogy mivel tud kezeskedni? Ilyen általános kérdés. Mit tud letétbe helyezni? Mivel tudja biztosítani azt a igényét? Itt a jó szó nem elég. Biztos, hogy nem. Ez itt ebben a formában, ha kölcsönszerződés nincs is írásban, akkor a biztosításoknak, ezeknek a igénybiztosításoknak írásos formát ajánlunk, még hogyha valamelyik formában a törvény nem is igényli, és erre akarnák csatolni, vagy hogy ezzel a alapinformációval szeretnék csatolódni arra, hogy nagyon fontos az a hitelező szempontjából, mert gyakoribb az a szituáció, amikor a ügyfelek hozzánk fordulnak azzal, hogy kölcsön adtam valakinek, fizetett, majd abba hagyta, vagy abszolút nem fizetett, és beszeretném hajtani. És abban a stádiumban rájövünk, hogy ma x éve nem fizeti, vagy x hónapja, és utána járunk nyilvános adatokból, hogy a személynek nincs semmi tulajdona, bejegyzett tulajdona, esetleg még van 3 végrehajtása a személyén. Úgyhogy azt már tudjuk satszolni, hogy abból a ügyfelünk egy következő lesz a sorrendben, de végrehajtás olyan formában, hogy pénzt lát, vagy visszalátja a pénzét, több mint valószínű, hogy nem lesz. Ezért nagyon fontos az, hogy ha esetleg úgy adódik, akár kamatra, vagy nyereség szempontjából lehet kölcsönadni, ajánlott kölcsönadni, de le kell biztosítani, be kell biztosítani azt az igényt. Arra a törvény több módot megszab, vagy igény szerint, lehetőségek szerint, adós lehetőségei szerint, vagy a megegyezés szerint lehet válogatni, de azok között is vannak a biztosítások között olyanok, amik jobban garantálják azt a biztosítást, vagy ezt a visszafizetést, van egy kevésbé, de azzal, hogy mink valamivel alátámasztjuk azokat az igényeket, igényünket, vagyis hogy azt a pénz visszafizetést, azzal biztosabban mehetünk bele abba az üzletbe, ügyletbe, úgyhogy minden esetben mink ezt ajánljuk. Alap standard az, hogy az, aki kölcsön ad valakinek pénzt, vagy tervez kölcsön adni, járjon utána, ki az a személy, ismerős, milyen a anyagi kondíciója, és az, amiben megegyeztek, az mennyire releváns a visszafizetésre. Például megegyeznek, hogy 10 000 eurót havonta ezresekkel fogja visszafizetni, teszem azt, hogy kamatmentes kölcsön, viszont az adós minimál béren dolgozik hivatalosan, az mellett van majdnem annyi kiadása, vagy esetleg több is, akkor hogy fogja reálisan a jövőben visszafizetni, vagy havonta visszaprodukálni azt a teszem azt 1000 eurót per hó. Tehát itt azért felelősség terheli magát a hitelezőt is, tehát hogy nem lehet felelőtlenül csak úgy osztogatni, és aztán jogorvoslásért kiállítani. Lehet, de számolni kell azokkal a rizikókkal. Így van, így van. Viszont
hogyha olyan ügyfél fordul hozzánk, aki éppen kölcsön szeretne adni, akkor javasolni szoktuk neki azt, hogy azt a jövendőbeli esetleges igényét a nem fizetésből adódóan biztosítsa be. Ugye ott a alapvető felállás az, hogy a hitelezőnek joga van, vagy jogosultsága van az adóstól a előre megadott összegre, vagy megszabott összegre, összeg visszafizetésére. Na most a törvény különböző eszközöket ad a hitelező kezébe, hogy a jogi pozícióját megerősítse az adóssal szemben. Igazából itt elsősorban azt kell hozzátenni, hogy ez a igény bebiztosításából következő jogok, az mindig egy szekundáris jog. Tehát elsősorban arra jogosult, hogy az adós törlesszen. Hogyha az adós nem törleszt, akkor itt jön a bebiztosítási eszközöknek a funkciója előtérbe. Ugye ezt a legutóbbi adásban is elmondtuk, hogy két főbb funkciója van. Egyrészt az, hogy biztosítsa azt az adott igényt, másrészt pedig van egy fizetési funkciója. Preventív hatással van az adósra pont azért, mert hát én nagyon csúnyán fogalmazva ott van a fejszel a feje fölött, abban esetben, hogyha nem törleszt, akkor biztos, hogy valamilyen úton, módon be lehet tőle hajtani, hogyha kvalitás az a, vagy jó minőségű az a bebiztosítási eszköz. Hogyha a legbiztonságosabbból, vagy a legerősebbből indulunk ki, ami a leginkább korlátozza az adóst, akkor a zálogjogról kell elsősorban beszélnünk. Azért kiegészíteném, ne hallgozzon rosszul, adós nem korlátozza egyik se. Úgyhogy nem az, hogy megegyeznek valami biztosítást, az a adósnak ugyanúgy korrekt, hogyha abból indulunk ki, amit a törvény ajánl, az korrekt. Annyi, hogy a legjobban biztosítaná elnézést, legjobban biztosítaná a hitelezőnek a igényét. A adóst olyan értelemben korlátozza mondjuk egy zálogjog, hogyha ott van egy zálogjog a ingatlanomon, akkor már nem csak úgy van, hogy eladom, elajándékozom. Igen, vagy hogyha arról van szó, hogy kézi zálogról beszélünk, tehát hogy az automat mondjuk addig odadom egy harmadik személynek, vagy a hitelezőnek, ameddig nem törlesztem le az adósságot, akkor én bizonyos értelemben korlátozva vagyok a használati jogomon. Tehát van egy bizonyos fék. Így van. Tehát hogy ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy megfosztanak a tulajdonomtól, egyáltalán nem erre céloztunk. Viszont megint csak hozzátartozik a történethez az, hogy az adott bebiztosítási eszközt a tartozáshoz mérten kell megválasztani. Tehát hogyha én nekem van egy pár száz eurós igényem, akkor nyilván nem kérhetek zálogba egy 100 000 eurós autót például. Hogyha már a zálogszerződésről vagy a zálogról kezdtünk beszélni, akkor... Ezt soroljuk fel, hogy általánosan, persze, mik vannak, és aztán térjünk ki. Amik a kölcsönszerződésre vonatkoznak, vagy amik a leginkább használtabbak, az ugye a ködbér, az múlnápokuta, a rucsenyé, tehát a kezeskedés, dohodához ráskánk zozdi az inik primók, tehát megállapodás arról, hogy a bérből, vagy a fizetésből, vagy egyéb bevételekből jogosultak vagyunk levonni. Tovább ott van ugye a zábezpeka, bebiztosítás, és egyéb aztán ott van ugye olyan, hogy a zabezpečovací prevod práva, viszont ez nem annyira jellemző így a mindennapi életben, viszont a törvény lehetőséget ad erre. Tehát a bebiztosítás átvitel egy harmadik személyre. Ideiglenes tulajdon átruházás arra a hitelezőre, addig, ameddig a adós tartozásban van. És ott van még egy további, ami szintén fontos, az a uznányi dluhu, tehát a tartozásnak az ismerése. Elése, igen. Írásbeli elismerése, ami szintén egy nagyon minőségi eszköz a hitelező kezében. Hát kezdeni? Akkor váltsuk apró pénzedek a dolgot akkor. Jó, én kezdeném akkor a ködbérrel, jó, ami nagyon effektív, főleg a kereskedelmi kapcsolatban. A ködbér, az múmnápokuta, ugyanez a két, és azt hiszem itt jellemezni legjobban látni azt a két funkciót, hogy biztosítja azt az igényt, és illetve egy harmadik funkció, hogy büntetésként szolgál, ugye lehet a magánszemélyek között is, mind a két törvény, a kereskedelmi és a polgári törvénykönyv is megszabja ezt a lehetőséget, abban minősül meg, hogyha a adós, azon megegyeznek a szerződési felek, hogyha adós megszegi a kötelességét, például azt, hogy a megadott határidőn belül
nem fizeti, vagy nem törleszti az adósságát, akkor köteles fizetni a hitelezőjének a kötbért. A kötbért ki lehet fejezni a konkrét összeggel, teszem azt, hogyha késésbe kerülök a bármelyik a részletfizetéssel, a részletfizetésem 400 euró per hónap például, akkor minden késésbe kerüléstől, azaz ha mindenhol 15-éig kell fizetnem a részletet, akkor megegyezünk abba a hitelezőmmel, hogyha 16-án késésbe kerülök a következő nap, köteles vagyok fizetni egyszeri 50 eurót a késésemért. Ez büntetés valójában. Ez büntetés. Büntetés. Megmagyarázom, hogy a büntetés a adósnak, de viszont valamilyen biztosíték, és megmagyarázok azt a biztosítékot a hitelezővel szemben. Gyakoribb az, hogy a kereskedelem a vállalkozók között használatos. Például, ha elad a egyik vállalkozó a másiknak valamilyen terméket, dolgokat, van ott esetleg egy hosszabb fizetési határidő, úgyhogy nől a szolgáltatónak az a vagy a hitelezőnek az a kínlevősége, akkor megegyeznek abba, hogy a 60 vagy akárhány nap a határidő, ha nem fizeti meg, akkor annak a összegnek, és az lehet tartozás, vagy tartozás olyan minőség, tartozás kölcsön szerződés alapján, vagy tartozás vételi szerződés alapján, akkor köteles fizetni x százalékot abból a tartozásból. Egyszeri, vagy minden megkezdett nap, hónap, év, után. Úgyhogy itt a hitelező szempontjából az, hogy ha kölcsönről beszélünk, kölcsönadom a Szabolcsnak a megspórolt pénzemet jó szándékkal, a Szabolcs késésbe kerül. Közben nekem is az a pénz, arra a pénzre szükségem lenne, veszem azt, hogy kamat nélkül egyeztünk meg, de lehet az kamat is, a magánszemélyek közötti kamat láb maximális magassága 7,5%, januártól, idén januárjától, addig 5% volt, és a kereskedelmi viszonyokban vállalkozók, jogi személyek között 11,5%, ami eddig 8, esetleg 9% volt, úgyhogy ott gondolom a inflációnak is köszönhetően a törvényhozó emelte ezt a kamatlábat. Akkor azzal, hogy én nem kaptam vissza a pénzemet, a bírósághoz kell fordulnom, be kell fizetnem a bíróság illetéket, ami ugye 3 vagy 6% a perelt összegből. Esetleg jogdíjat, ügyvédi díjat kell fizetnem, hogyha ügyvéd képvisel, kiadásaim vannak azzal. Magában az is kiadás, hogy nem kaptam meg a pénzemet, nekem ugyanúgy szükségem van arra a pénzre, nekem esetleg tovább kell. Nagyon gyakori eset, ugye, hogy kölcsönadunk, mi is megszorulunk, mi nekünk is kölcsön kell kérni. Úgyhogy a végén, azon kívül, hogy mind igényt lehet tartani a bíróság illetékre, a törvényes késedelmi kamatra, a jogi költségekre, de az mellett egy ilyen kártérítés, így is mondja meg a jogi szaknyelv, hogy kártérítésben minősül meg, hogy én a Szabolcstól ködbér titulusán, megegyezett ködbér titulusán igényt tarthatok még a 10 000-ből például 1000 euróra, amit megegyezünk. De itt a megegyezés vagy a ködbér kifejezésének módja teljesen a szerződési felekre van bízva, úgyhogy én megegyezhetek abba is, hogy a Szabolcs a kölcsönadott 10 000 euróból a minden megkezdett napér fizet nekem 0,05 vagy 0,5 vagy 1%-ot. Itt ugyanúgy érvényes, hogy nem szabad a erkölcsökkel szembe menni ennek a megegyezésnek, úgyhogy nem lehet a végén a ködbér többszöröse a kölcsönadott pénzösszegnek, és valójában ezzel kártérítem magam azzal szembe, hogy 2 évig pereskedtünk, 3 évig a késedelembe kerülés után nem kaptam vissza a kölcsönadott pénzemet. Írtuk, hogy hitelező és adós. A százalékok eléggé magasak. Itt. A késedelmi kamatról, kamatról van szó. Amikor nem tudok fizetni. Évi kamatról beszélünk, igen. Azt elfelejtettem hozzátenni. Éves kamat mindig a tartozott összegből, úgyhogy nem abból összegből, amit kölcsönadtunk, vagy kölcsönkértünk, magas,
magas viszont, de végeredményben azért a ügyfeleknél látjuk azt, hogy gyakori ugye az, amikor kölcsönadnak jó szándékkal, jó hiszeművel. Sokszor az van, amikor a adós nem tehet arról, hogy olyan helyzetbe került. Viszont nagyon gyakori az, hogy a adós már, amikor kölcsönkért, már rossz volt a helyzete. Ugye itt a büntető törvénykönyv, vagy a bűncselekmény is közbejátszhat, hogy ha már tudta a adós, hogy nem lesz képes visszafizetni, akkor, amikor azt a kölcsönt kérte és átvette, hogy nem beszélünk elnézést, a podvod. Igen. Csalásról, félrevezetésről. De abba kerül a hitelező, hogy kölcsönadott, letelt a határidő, nem fizette, és x évig pereskedik a pénzért, vagy esetleg soha nem kapja vissza. Mert a adósnak már akkor olyan rossz volt a anyagi helyzete, hogy ő semmilyen módon, ha a vicc kedvéért, ha nem nyer lottón, akkor nem fogja tudni standard viszonyok között visszafizetni, vagy lefizetni azt a tartozást. Ebből a kérdés, hogy mennyire kiismerhetők az ügyfelek ilyenkor? Amikor meg van szorulva, tehát mindent megér bizonyára, de utána jön a tények, azok a információk, amire mi nekünk szükségünk van, csak abból a szemszögből, hogy fölmérjük azt a potenciált, hogy mennyire potens arra a visszafizetésre, és mennyire elképzelhető, mert ugye a doktor is említette, hogy beígérnek hűtfát, holnap visszaadom, jövő héten visszaadom, és amikor már nagyon sürgős, akkor húzóckodnak vagy több valószínű, hogy valami probléma esik bele, vagy esetleg nem is reális az a ígéret. Úgyhogy fontos, mielőtt kölcsönadja az a hitelező azt a összeget, átvizsgálni azt a szituációt adós részéről, és hogyha korrekt is, vagy megfelelő az a helyzet, akkor biztosítani valamilyen biztosítási feltétellel, hogy ne az legyen a érzése és a végeredménye is a hitelezőnek, hogy kölcsönadtam, kamat nélkül mindegy, de valójában még ő károsul azon, a bíróskodás vagy a évek során, ami alatt küszködik vissza a pénzért, károsul azzal, hogy kölcsönadott valakinek, vagy esetleg segíteni akart azzal, hogy kölcsönadott. Mennyire van jelen a gyakorlatban az, amikor az adós bebiztosítja a hitelt mondjuk az ingatlanjával, és utána azért felelőtlenül jár hozzá? Igazából ez most kicsit szubjektív a kérdés, ugye, mert ez nagyon-nagyon individuális, függ az adósnak a jellemétől, viszont visszatérve még a ködbére. Csak egy gondolat hozzám, hogy annyira van jelen, hogyha látjuk azt, hogyha ajánljuk ezt a biztosítást, bármely formát, hogy esetleg felsoroljuk, megmondjuk a véleményünket, hogy melyik az a legmegfelelőbb a egyének vagy a szerződési felek a viszonyára, esetére, akkor vagy az áll fenn, és főleg a kereskedelmi viszonyban, hogy meggondolja magát az adós, és mégse kell az a kölcsön. Vagy automatikusan felelősségteljesebben áll hozzá adós, és nem kerül arra sor, hogy esetleg azt a biztosítást kötbér, vagy a zálokhoz applikálni, vagy kigényelni. Érvényesítve legyen. Így van. Úgyhogy ma automatikusan nagyobb az a súly adóson. Mondhatnánk úgy, vagy a véleményünk szerint, hogy korrektebb és kiegyensúlyozottabb az a szerződési viszony, és megelőzi azokat a problémákat. Úgyhogy ha arról van szó, hogy az adósnak van egy biztosított kölcsöne, és egy nem biztosított, akkor biztos, hogy azt a biztosítottat fogja törleszteni, vagy azt fogja kifizetni egyetlent, hogyha csak az a módja van, hogy választani kell, és akkor az a nem biztosított kölcsön marad kifizetetlenül, vagy esetleg későbbi kifizetésre kerül sor. Itt eleve ez az a preventív hatás. Tehát, hogyha tudom azt, hogy további szankciók lépnek föl, akkor nyilván azt prioritizálom. Viszont csak még így kiegészítve az egészet, hogy eleve írásbeli szerződésnek kell lenni a kötbérről szóló szerződésnek. Szóval az a... Minden esetben? Így van. Mind a adós és mind a hitelező eleve induljunk ki abból, hogy tudatosak, induljunk ki abból, az utána jártak, utána kérdeztek. Tudják azt, hogy milyen szerződési feltételek mellett
lépnek ebbe a szerződésbe. Bizonyos esetekben egyébként a adós az mentesül a kötbérnek a fizetése alól, az pedig a törvényből kiindulva az az eset, amikor az a nem fizetésnek a ténye, az egy objektív, tőle független okon múlott. Ilyen például lehet az is, hogyha mondjuk a hitelező nem fogadta el azt a törlesztő részletet. Tehát, hogy az a adóstól független, úgyhogy a ilyen esetben ő nem köteles kötbért fizetni. És még egy nagyon fontos dolog, mert ezt szintén a gyakorlatban sokan összekeverik, a kötbérnek a ténye, amikor már applikálva van a kötbér, és esetleg be van nyújtva rá az igény, és hogyha a kötbért meg is fizeti az az adós, az nem mentesíti őt arról, hogy azt a elsődleges jogi kötelezettséget teljesítse. Tehát sokan ugye azt gondolják, hogy hát megfizettem a tartozást, vagyis a szankciót, vagy a büntetést, de már nem fogom megfizetni a eredeti tartozást, mert én megfizettem a büntetést. Ja. Ez nem így van. Tehát ott mind a két igény egyszerre is egymás mellett létezik, és egyszerre is egymás mellett igényelhető. Úgyhogy ez is talán fontos így aláhúzni a kötbér esetében. Még valamit a kölcsönszerződésről? A kötbérről ennyit, esetleg rátérnénk a következő biztosításra. A kezesi megegyezés, vagy a kijelentés, kezes, igen. Ez egy harmadik személy a hitelező adós mellett, aki kijelenti, vagy kijelentheti a hitelezőnek, hogy megfizeti az adósságot, ha amennyiben a adós nem fogja tudni, vagy késésbe kerül. Úgy jellemezhetnénk egy szóval, hogy ez egy másik adós. Nem egyforma adós, vagy nem egy adós a adós mellett, hanem egy helyettesítő személy. Úgyhogy az a fontos, hogy elsősorban nem, a hitelező nem választhatja ki, hogy akkor én kérem a kezestől, mert tudom, hogy annak van pénze, vagy több pénze van, vagy stb., vagy gyorsabban megkapom, hanem fel kell, késésbe kell kerülni a adósnak a visszafizetéssel, fel kell szólítanom a adósat, hogy késésbe került, és hogyha nem fogja fizetni, akkor a kezestől fogom igényelni, és majd ha akkor se fizet az adós, akkor fordulhatok és szólíthatom fel a kezeset, hogy fizessen. Hogyha a kezes se fizet, akkor viszont tudom perelni ugyanazzal a más titulussal, de egyszerre mind a kettőt. Úgyhogy ott a bíróság lekötelezi, és végrehajtható titulus lesz, bírósági döntés mind a adósra, mind a kezesre. És akkor a végrehajtó mind a kettőtől fogja azt a tartozást ugyanúgy egyszerre behajtani, azzal, hogyha a adós lefizet valami részt, akkor azt a maradék részt ma nem fogja kérni a következő személytől. Úgyhogy ha a kezes lefizeti az egészet, akkor az a adósság megszűnt, és természetesen van igénye a visszafizetésre adóstól, úgyhogy nem az, hogy most a kezes lefizeti, és akkor megszűnt az összes jogviszonya, az összes személy között, nem, akkor ugyanúgy az a igény, amit a kezes fizetett a adós helyett, az újra megszületik, vagy újra létezik a eredeti kezesnél a eredeti adóssal szemben. Még csak egy utolsó gondolat ehhez. Itt kicsit belefolyjuk a kezesi kapcsolatba egy következő biztosítási eszköz. A uznanie záväzku, tehát a tartozásnak az elismerése. Tartozásnak a elismerése abban az esetben, hogyha az eredeti adós elismeri azt a tartozást, csak akkor vonatkozik a kezesre, hogyha ő ebbe beleegyezett. Tehát, hogyha én vagyok az eredeti adós, és mondjuk van egy elévű tartozás, és én elismerem, és a János a kezes, akkor csak akkor a kezesi kapcsolat csak akkor marad meg, hogyha a János is beleegyezett abba, hogy én elismerjem az eredeti tartozást. Ő nélküle nem létezik, olyan értelemben, hogy a kezesi kapcsolatot megszűnik, viszont én nekem a tartozást továbbra is meg fog kellene fizetni. Viszont ez a bebiztosítási eszköz, mint olyan, az megszűnik a Jánossal szemben, mint a kezessel szemben. Értem. Általános tudnivalók, hogy írásos formában szükséges megkötni. Lehet egyoldalú kijelentés formájában is, a kezes írásos formában kijelentheti a hitelezőnek címezve, hogy ebbe a stádium, vagy hogy ebbe a funkcióba lép, és hogy hajlandó, és kijelenti, hogy megfizeti a adós tartozását, amennyiben adós nem fogja fizetni, és késésbe kerül, és
egy szubszidiár kapcsolat. Úgyhogy azt jelenti, hogy ha adósság és a adós és hitelező között megszűnik a kapcsolat olyan formában, hogy adós lefizeti, akkor abban a momentumban egy csíkban megszűnik a kezesség is. Viszont, hogyha a kezes lefizeti a hitelezővel szemben, akkor megszűnik az a adós hitelező viszony, és keletkezik a kezes adós, és a adós viszony olyan formában, hogy ott már hitelezővé válik a kezes, és akkor a adóstól igényli azt a helyette kifizetett pénzösszeget. Ez mennyire gyakori jelenség? Elég gyakori. Az nagyon gyakori. Banki hiteleknél, de a magánszektorban is elég gyakori. Nagyon gyakori, viszont ugyanaz a téma és a szükség a szempontunkból, mint a kölcsönszerződésnél. Jó, jön valaki kezeskedni, és van valamilyen, így most egyszerűen megmondom, hogy kezeskedhet, de ha tele van exekúciókkal, vagy akár egy exekúciója van, nincs bevétele, vagy nincs megfelelő bevétele, vagy háttere, vagyona arra, hogy azzal számolhatjunk, hogy ha adós nem fizet, majd akkor fizető, akkor sok esetben ez oda kerülünk a nap végén, vagy a eljárás végén, hogy lesz egy kezesi megegyezésünk, ami egy darab papír marad. Úgyhogy nagyon fontos az a információ, és itt nem kell rosszra gondolni, hogy most oknyomozói munkát végezzen a hitelező, vagy mi, hogy ki az, mi az, lusztrálni, figyelni, nem. Arról van szó, hogy ha valakit megszólítnak azzal, hogy léci, adjál kölcsön pénzt, oké, mit van? Mivel tudod biztosítani azt, hogy az alatt a bizonyos időtartam alatt visszafizeted. Az, hogy ígérem, még biztos, hogy még majd van egy üzletem, amiből visszafizetem, az a jogász szemszögéből nagyon kevés. Szinte semmi. Értem. További eszközt talán azt hiszem mehetünk tovább. Az a dohodához ráskán zozni az inik primo, tehát a bérből, vagy a fizetésből, vagy egyéb bevételekből megállapodás alapján történő csökkentése, vagy elvétele ugye a bérnek. Ez megint csak a hitelező és a adós közötti írásos megegyezés. Itt két fontosabb feltétele van ennek, az egyik az az, hogy ugye megint csak nem lehet a jó erkölcsökkel szembe menve olyan igénylést tartani a bérből, ami ugye szembe megy a jó erkölcsökkel, a másik pedig limitálva van úgy szintén az összeg, amit a törvény úgy szab meg, hogy nem lehet nagyobb összeget igényelni a bérből, mint egy határozat esetében. Tehát, hogy ugye ezt a, ha jól tudom, a exekúcsni porjadok, a exekúciós törvénykönyvben van benne, hogy mik azok a törvény által megszabott határok és limitek. Itt pedig gyakorlatban arról van szó, hogy ha én vagyok a hitelező, az adóssal kötök egy szerződést, ami arról szól, hogy abban esetben, hogyha adós nem fogja az elsődleges kötelezettségét önszántából teljesíteni, tehát nem fog nekem törleszteni, akkor én a munkáltatójához fordulhatok egy igényléssel, persze felmutatva a jogi alapját annak, hogy mi alapján is kérem én azt, hogy a havi fizetségéből, béréből egy bizonyos részt rögtön nekem utaljon, ezt fel kell tudni, hogy mutassam. Tehát ezzel el is mondtam, hogy miről van szó, ugye, hogy van ez a szerződés, nem kötelesíti a primáris, a elsődleges kötelezettségét, akkor én ezzel a szerződéssel automatikusan a munkáltatóhoz fordulok, hogy a havi béréből egy bizonyos összeget mindaddig, ameddig nincs teljesítve, vagy egyéb módon ő nem teljesíti az igényemet, én számomra utalja. És ők köteles átutalni? Igen. Valójában ugyanez a forma működik a végrehajtók által biztosított végrehajtásban is, hogy a végrehajtó felszólítja a munkáltatót, és a munkáltató köteles kiszámolni, elszámolni vele, úgyhogy a munkáltatónak automatikusan egy adminisztratív teher, hogy utána járjon, könyvelővel lekonzultálja, mennyi az, amit meg kell adni, ugye életminimumot, ugye általában úgy van, hogy matek, úgyhogy nem annyira szeretünk belemenni, három részre van osztva a fizetés, a magában egyik része a úgynevezett nyepostihnutjelna a csaz majetku, amit meg kell adni, aztán attól függ, hogy van-e feleség, van-e nem kiskorú gyermek, minden kiskorú gyermekre 100 eurót lehet, vagy hogy köteles biztosítani. Úgyhogy végeredményben van egy összeg, most csak példának okáért, amit
amit szokunk látni, hogy egy minimál bérből egy 100, abban a föltételben, hogy ha nincs kiskorú gyermek, akkor egy 150-200 eurót tud per hó törleszteni, levonni. A fő funkciója az, vagy biztosítéka, hozzáteszem, hogy inkább kisebb adósságoknál van ennek relevanciója, vagy értelme, hogy a adóstól függetlenül a hitelező valamilyen módon, valamilyen kisebb vagy nagyobb havi részletekbe biztosítani tudja a törlesztést harmadik személyen keresztül az a munkáltató. Úgyhogy a adós nem tud beleszólni, és nem tudja megkérni a munkáltatóját, hogy léci, ne annyit, hanem ennyit, vagy ebben a hónapban ne küldjél, hanem majd legközelebb, hanem az adó, a munkáltatónak a kötelessége, és ha nem tartja be, akkor szankcionálva lehet például büntető eljárás, vagy esetleg büntető törvénykönyv cikkeit szabja meg. Tehát így egy kis pénzhez jut valójában. Így van, szépen. Igen. Hát ugye a tartozás összegétől függően szépen lassan igazából, hogy le lehet törleszteni közvetetten azt a tartozást. Van még valami biztosítás? Igen. Zálogszerződést azért megemlítenénk, beszéltünk róla ingatlanok esetében, banki fölállásba, banki kölcsön, stb. Esetleg említenénk a ingóságoknál. Nagyon gyakori fölállás az is, hogy valaki megszólít, adjunk kölcsön, jó, rendben, adunk kölcsön, nem probléma, vegyük azt, hogy jó szándéka, kamatmentesen, tegyen valamilyen értéket letétve. Vagy hogy zálogba, elnézést. Ez a zálog leggyakoribb személygépkocsi. Első föltétel, amit kell tudni, magántulajdonban van, vagy esetleg leasingtársaság. Ha leasingtársaság, akkor abszolút érvényt nem jön vesztené. Számításba. Nem jön számításba. Úgyhogy ha van magántulajdonában, saját tulajdonban lévő, vagy akár harmadik személy tulajdonában lévő személygépjármű, akkor az egy teljes egészében megfelel a zálognak. A zálogba vehet nagyobb, többszörös értéket is, viszont a zálogszerződésnek, ami nem muszáj, hogy írásos formában legyen a ingóságoknál, abban esetben, hogyha átadásra kerül sor. Úgyhogy a adós, ha nekem átadja, zálogba adja a autóját, akkor adok nekinek egy igazolást, hogy átvettem zálogba, mi alapján, írásos kölcsönszerződés alapján, vagy egy szóbeli kölcsönszerződés alapján, mi az a összeg, amivel azt az autót, mennyi a maximális összeg, amivel biztosítom a igényemet, teszem azt, hogy 5000 eurót adtam kölcsön, kamatmentesen, akkor 5000 euróra van biztosítva a igényem, és ha autó kocsi értéke 10 000, akkor megegyezünk a zálog eladásának vagy pénzétevésének a módján, ami lehet akár eladás szabad kézből. Úgyhogy a folyamat nagyon egyszerűen, röviden úgy néz neki, hogy a zálogba kapott gépkocsit, amint késésbe kerül a adósom a fizetéssel, a korrektség szempontjából még felszólítom, hogy késésbe került, figyelmeztetem, hogy jogosult vagyok szabad kézből eladni a gépjárművet, ha akkor se törleszt, vagy nem egyezünk meg, hogy figyelj, adjál, kérek még 2 hetet, a választ nem kapok, akkor meghirdetem a gépjárművet, eladom, vagyis hogy illetve pénzét teszem, eladom, és köteles vagyok viszont elszámolni azzal a eladott összeggel. Igen. A megnyert összeggel, vítyazsok úgy mondanám, a nyereséggel. Úgyhogy ha 10 000-ért például akkor erre sikerült eladni, akkor elszámolok a adósnak, hogy 5 000 volt a tartozásod, ennyi volt esetleg a törvényes késedelmi kamat, amire jogom van minden esetben, a hitelezőnek nem igényli a törvény, hogy bíróság által legyen behajtva, ki tudom számlázni a költségeket, ami eladással kapcsolatos volt, esetleg a gépjármű tulajdonosának átjegyzésével, stb. Persze, hogy ennek korrekt és erkölcsileg meg kell, hogy állja a helyét. Nem lehet a különböző portáloknak a kiadását többszörözni, úgyhogy valamilyen módon bizonyítható kiadásnak kell lenni, és a maradékot, úgyhogy a én igényemet, a tartozást és a kiadásokat leszámított összeget
ki kell, hogy adjam a adósnak. Adósnak. Nem annyira gyakori ez a módja, viszont nagyon effektív. Mert a esetek nagy részében nem kerül sor arra a zálog eladásra, mert nagyobb az a teher a adóson, és mindent megtesz, hogy ne kerüljön. És ha esetleg késésbe kerül, akkor rögtön kapcsolatba lép, nincs az a klasszikus forgatókönyv, hogy már nem veszi a telefon, nem reagál a SMS-ekre, úgyhogy összeszedi magát, és azt a tartozást lefizeti. Tudni kell azt, hogy ha a törvény megszabja, nagyon fontos dolog, ami nincs betartva, sok esetben, hogy a zálog szerződés, vagy a zálog kapcsolat kétfajta módon keletkezhet. Vagy a ingóságoknál. A tárgy átadásával, úgyhogy adós, vagy a zálog zálogba helyező, aki lehet harmadik személy, nem muszáj, hogy adós legyen, átadja a hitelezőnek azt a tárgyat, meg keletkezett a zálog. Ha viszont nem beszélünk, vagy nem keletkezik átadás, akkor ezt a zálogot, vagy ezt a tárgyat be kell jegyezni a centrális regiszterbe, amit csak közjegyzők tudnak evidálni. Ez egy fél órás, 20 perces művelet, minimális illetékkel, közjegyző illetékdíjjal, úgyhogy tudni kell azt, hogyha én kötök zálogszerződést, és az a gépjármű adott példa esetében adósnál marad, akkor az a zálog nem jogos. Aha. Illetve az a zálog hitelező nem jogosult arra a zálogra. Csak két kiegészítést, egyik az ugye, hogy nem csak a hitelezőnek, hanem egy harmadik személynek is zálogba lehet adni. Tehát, hogyha megegyezünk, én mind adós, és a János mind hitelező abban, hogy esetleg önnek, doktor úr, átadom az autómat, arra az időre, ameddig nem teljesítem a tartozásomat, akkor úgyis rendben van ez. És még egy ilyen kis történelmi ablak, érdekességképp, ez már egy több ezer éve használatos jogi eszköz, a zálog, ugye ezt a ókori rómaiak és görögök már használták. És pont ilyen formában ez a kézi zálog, rucsni zálog, hogy átadták a hitelezőnek vagy egy harmadik személynek azt a adott tárgyat, vagy jogot. Igen. Úgyhogy ez csak ilyen érdekességképp kiegészítve. Nagyon hasonló a biztosíték, zábezpeka, annyival, hogy a törvény megszabja, hogy semmelyik hitelező, vagy semmelyik személy nem köteles, vagy jogosult maximum annak a zálogba helyezett dolognak a kétharmadát beszámítani a értékére. Úgyhogy ha én zálogba kapok egy 10 000 eurós gépjárművet, vagy kocsit, akkor én nem azzal a 10 000 euróval számolok, hanem a biztosítéknak csak a kétharmadát számítom be. Vagy aha, kétharmadával számolok azzal a tárgyal, mint érték. És talán utolsó adósság elismerése, uznanyi dolgó. No, igen. Igazából ez arról szól, ugye a törvény úgy írja, hogy uzná csododó viskiai dolgodú, tehát hogy írásos formában kell lennie, írásos formában kell lennie, és mind a jogi titulust, és mind az összeg magasságát el kell ismernem. Hogyha van ott esetleg kamat, akkor ugye a kamatot is magát. Fontos még azt hozzátenni, hogy abban az esetben, hogyha már egy elévült igényről van szó, az is el is... Mikor évül az igény? 3 év után igazából elévül. Ilyenkor maga az igény az megmarad, ilyen naturális obligáció formájában, viszont a bírósági úton nem behajtható. Tehát, hogyha én esetleg bíróságra is kerülne, van olyan, hogy perelnek már elévült igényeket, viszont én vagyok az adós, és a bíróságon érvényesítem az elévülésre vonatkozó námietkámat. Tehát, hogy így van, hogy a bíróságot figyelmeztetem arra, hogy véleményem szerint ez már elévült, a bíróság köteles ezt figyelembe venni, és onnantól kezdve egy behajthatatlan igényről beszélünk. Jó. Hozzunk egy gyakorlati példát, hogy jobban értsük meg, hogy mikor behajthatatlan, mert beszélünk időhatárokról, 3 év után, de mitől számítva, kinek számítódik, és hogyan számítódnak ezek az idők? Annyit, hogy a magánszemélyek között elévülés határideje 3 év, a jogi személyek között, vagy a vállalkozói közegben 4 év. Hogy kicsit ellentétes, mert a vállalkozói közeg az, akiről a törvényhozó úgy föltételezi, hogy köteles tudnia a jogait és kötelességeit, és a magánszemély az a átlagos személy, akinek nem muszáj minden esetben élni, vagy tudnia a jogát. Úgyhogy pont fordítva van, hogy a magánszemélyeknél rövidebb ez a határidő, és akkor letelik az a joga, illetve igénye 3 év alatt.
hogy számítod. Igen, és mit számítunk igény. Igazából talán kezdhetnénk ott, hogyha már az elévülésről beszélünk, hogy az mit jelent a gyakorlatban. Tehát, hogy tisztázzuk ezt is. Az magában azt jelenti, hogy hogyha egy igény már elévült, akkor nem lehet úgymond behajtani. Tehát jogformájában megmarad a jogosultsága arra az igényre, tehát hogy az adós fizesse ki nekem azt a tartozást, viszont nincs jogi eszköz a kezembe arra, mint adott esetben volna a bíróság és a végrehajtó, hogy ezt be is hajtsam tőle. És hogy honnan kezdődik igazából az elévülés? Az elévülés ugye onnantól kezdődik, hogy én először igényelni tudtam volna azt a tartozást. Konkrét példa, hogyha mondjuk december 2020. december 31 volt a fizetésnek a utolsó határideje, akkor én január 1-től tudom már igényelni bírósági úton azt az igényemet, és onnantól számítódik az a három év, tehát az 1-től. Hogyha ez már letelik, akkor igazából igényem megmarad jogformájában, viszont behajthatatlan igényem lesz. Tehát tegyük föl, én kölcsönzök öntől egy bizonyos összeg. Igen. Az első hónapot még megfizetem a tartozásból, a másik hónapot már nem fizetem meg, és ön elfelejt nekem szólni három évig. Kicsit összetettebb egy fokkal, mint a Szabolcs által említett példa, azzal, hogy ha részletfizetés van, akkor ha nincs olyan általános passzus a megegyezésben, hogy ha késésbe kerül egy igen, részlettel, akkor elveszti a részletfizetés előnyét. Egyszerre kell teljesíteni az összeset. Egyszerre kell teljesíteni. Úgyhogy ha december 31-én késésbe, az a utolsó nap, ugye, van a határidő utolsó napja, és a következő nap a késésbe lépés napja, úgyhogy ha onnéntól kezdve van ilyen passzus, hogy elveszti a törlesztő részlet jogát, akkor én január 1-től 2023-tól igényelhetem az egész összeget, illetve telik a határidő a három év a elévülésre. Viszont, hogyha nincs ilyen passzus megegyezve, akkor én jogosult vagyok, illetve minden külön részlet külön kezd tenni a elévülés szempontjából. Az mit jelent? Ha például minden hónap 15-éig kell fizetni, akkor és késésbe kerül, akkor minden hónap az adott minden egyes törlesztő részletnek külön kezd tenni a lévősi hatóri. Tehát, hogyha szét vagyunk írva három évre, hogy törleszem az adósságot, én, ha nem kezdek törleszteni január 1-ével, az három éven belül elévül. Igen. A következő szintén, hónap... Tehát az utolsó, tehát az első és utolsó között hat év. Így van. Igazából gyakori példa, ugye a szlovák RTV, a szlovák nemzeti rádió és tévének kellett fizetni a koncesszionárske poplatki ezeket a havi, mindenki, így van, 4 euró, nem is tudom, 29, 4 euró, 50 cent volt, és gyakran megesett az, hogy ők 5-6-7-8 év után jöttek rá, hogy hoppá, valaki nem fizetett, igényelték az egész összeget, és ott pont úgy van, hogy minden egyes havi fizetés külön-külön évül el. Szóval visszamenőleg a 36 hónapra jogosultak, viszont ami azelőtt volt, az már nem jogosult. Az már nem. Tehát tegyük értetére, abban a pillanatban, amikor én fölveszem a hitelt, nem kezdem törleszteni, de van törlesztési kalendáriumom, mindig az egyes hitel törlesztés részlete elévülésének ideje 3 év. Igen. Hitel, ugye más a banki hitel, és más a kölcsön. Igen. Kölcsön esetében igen, hogyha kölcsön, nincs ott ez a megegyezés, ez a strata viodis patok, tehát én elvesztem annak az előnyét, hogy részletekben fizessek, akkor igen, akkor minden egyes külön-külön évvel. És ne egy isten, ha a bank is elfeledkezik a hiteltörlesztésről? Hát a bank az biztos nem feledkezik el, viszont a banknál az más, hogy ugye kicsit eleve a törvényből adódóan. De ugyanúgy mindegy, hogy lehet, hogy a doktor úr elutalt, mindegy, hogy bank nem bank, pontosan. Mindenkire vonatkozik. Egyformán. Egyformán a elévülés. Ha a, ja, igen, igen, elévülés, állammal, igen, igen. Államnak tartozunk, ott ugyanúgy. Ugyanúgy a három év. Így van. 3 és 4 év a jogi személyek között. Igen, 4 év, fizikai személyek között pedig 3 esztendő. Igen. Szóval ezt jó tudni. Az a eset nagyon ritka, amikor nincs ez a passzus, ez egy mondatta, hogy elesik
a részletfizetés jogától, mert akkor nagyon problémás volna még összetett a hitelezőnek, főleg, hogyha több éves havi részletről van szó, részletfizetéséről, hogy minden egyes igényt külön igényelni a bíróságon, és külön számodozni a határidőket. Úgyhogy szükséges, hogy egy például egy kölcsönszerződésben legyen ilyen passzus, ilyen lehetőség, azzal a kitétellel, hogyha adós a legközelebbi részlet fizetésig kifizeti a előző tartozást, akkor már nincs, megszűnik ez a igény a hitelezővel szemben. Úgyhogy ha január 1-én késésbe kerül, de a következő hónap határidejéig kifizeti előző hónap tartozását és a aktuális hónapot is, akkor minden megy tovább a standard fizetésbe. Mennyire gyakori, hogy erre hagyatkozik egy ügyfél, hogy valaki elfelejt valamit? Hogy elfeledkezik egy ügyfél? Igen, hogy a hitelező elfeledkezik. Attól függ, hogy milyen hitelezőről van szó, de magánszemélyek esetében vagy két cég esetében nem túl gyakori. Nagyon gyakori, vagy nem, hogy nagyon gyakori, megtörténik. Megtörténik, azért sok esetben a kollégák is, ha átveszünk egy, vagy elkezdünk egy konzultációt, mikor kellett fizetnie, dátum, azt még sok esetben ki tudjuk számolni, hogy a 3 év és a 4 év. Tehát rögtön azzal kezdjük, hogy nem elévült. Ugye, ha el van évülve, akkor is felszólíthatjuk az adóst, beperelhetjük, de biztos, hogy lesz annyi szemfülesség benne, vagy tanács által, hogy fogja ellenezni azt a igényt, a pontosan elévülés véget. Úgyhogy ez nagyon fontos tudni, és ez egy olyan határidő, ami bármilyen más szférában, vagy esetleg a bírósági eljárásokon jelen van. Például, hogyha mi kérvényezzük a két feleperes, alperes kérvényezi a elnapolást egyúttal, vagy kérvényezi a bírósági eljárás beszüntetését, és három hónap után igényelniük kell az újraindítást, vagy hogy a folytatást, nem a újraindítást. És hogyha a civilni mimoszporovi porjadok, ez ami megszabja a bírósági eljárás menetét és jogokat, kötelességeket, megszabja, hogyha fél éven belül a megállítástól, a bírósági eljárás beszüntetésétől egyik fél se igényli a folytatást, az a bírósági eljárás megszűnik. Megállítódik olyan módban, hogy többet nem lehet folytatni, újra igényelni. És most teszem azt, ha olyan igényről van szó, ami hitelről, ami már 2,5 éve, vagy még összetettebb, 2 év és 11 hónapja késésben van. Én az utolsó hónapban beadom a keresetet a megfizetésre. Pereskedünk, aztán sor kerül olyanra, hogy van tér megegyezni, akkor, hogy ne folyjanak a tárgyalások, ne kelljen elnapolni, mindkét fél igényli a megállítás, illetve a szünetet. Időközben húzavonázunk, nem tudunk megegyezni valami részleten, aztán összekapunk megint, és elfeledkezik a felperes, akinek a igénye van, benyújtani az igényét a bíróság folytatására. Igen. Ha automatikusan megállítódik a bíróság, még egy olyan részlet, hogy amíg a bírósági eljárás folyik, a elévülés nem telik. Úgyhogy ha én beadom a bíróságra, 1 évet tárgyalunk, akkor az elévülés ott megállítódik, és amint az a bíróság megszűnik, akkor az elévülés folytatódik. És akkor figyelmetlenség miatt a bírósági eljárás megszűnik, nekem maradt 1 hónapom, hogy, és nem igényelhetem újra, van 1 hónapom, és letelik, vagy rosszabbik esetben már elévült, vagy rövid idő van a elévülésig, és elévül az a igény. És automatikusan a bírósági eljárás a én figyelmetlenség igen véget, mint felperes, vagy a ügyvéd, aki a felperes képviseli, megszűnik az a igény. És az a igény lehet 1000 euró, vagy 1 millió euró is. Úgyhogy ezek a határidők azért fontosak, egy az, hogy több funkciója van, hogy időben legyen ez a eset oldva. Ugye 3 évvel visszamenőleg még többé-kevésbé emlékszünk valamilyen eseményekre, ami azzal a kölcsönnyel összefügg. A 3 évre visszamenőleg még van értelme annak a dolognak.
De hogyha nem volna határidő, akkor az a hitelező szándékosan hagyhatná 20 évig, és 20 év után előveszi, hogy majd egy csomagot keressen esetleg a késedelmi kamatból, vagy a említett kötbérből. Másik részből viszont valamilyen óvaintés, vagy fegyver a hitelező ellen, hogy figyeljen oda a határidőkre. És ez pontosan úgy van, hogy most elnézést nem jut eszembe magyarul, se latinus, hogy právo patri gyelim, hogy azoknak van joguk, a ébereknek elnézést, ébereké a jog, és le kell követni ezeket a határidőket, vagy a időket. De egy kérdésem még azért volna. Itt van a tartozás elismerésnek az intézménye. A 35. hónapban én aláírtam önnel, hogy elismeri a tartozást. Tehát akkor van jogom behajtani az összeset? Abszolút van joga, és igazából innentől kezdve egy új számítás kezdődik. Új időszámítás. Új időszámítás a elévülés szempontjából, ami 10 évig tart. Itt már 10 évig? Itt már 10 évig. Mert? Onnantól kezdve, hogy ezt elismerem, annak olyan jogereje van, mint hogyha mondjuk egy bírósági határozatról volna szó. Abban az esetben is az az igény, az 10 évig adható a végrehajtónak, hogy azt ő igazából elkezdje oldani, és behajtsa az én igényem. Vagy fordulhatunk bíróságra. Úgyhogy ez egy olyan lehetőség, hogy a hitelező ad egy következő határidőt, időt, lehetőséget a adósnak, viszont biztosítja azt, hogy az alatt, a időtartalom alatt maximálisan 10 évig újra fordulhat a bírósághoz, és esetleg, ha nem jön be az a lehetőség, amit adott a adósnak, vagy egy következő esély, akkor még mindig határidőben legyen azzal, hogy pereljen. Uraim, nem jutott idő a mai adásba a béleti szerződésekre, de nem is baj, hiszen akkor... Elnézést kérünk azért. Nem is kell elnézést, egy dolog véget nem kell elnézést kérni, hiszen olyan összet dolgokról kezdünk beszélni, amit nem tudunk meghatározni előre, hogy mennyi időt fog igénybe venni tőlünk, és ez a jó benne, és ezért mondtam mindig a műsornak, hogy nincs megszabott ideje, mert azt mondtuk volna, hogy 35 percet fogunk róla beszélgetni, valamit ki kellett volna belőle hadni, valami kimaradt volna. Bizonyára így is kimaradt belőle valami, igen. De majd egyszer összegezzük, hogy mi maradt ki a beszélgetéseket, és akkor mire kell majd kitérni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak, ma este ránk szánták az időt, és nézőinknek is szintén köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, köszönöm a megtisztelő figyelmünket, és továbbra is kísérjék műsorunkat. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk az ügyvédőrökkel. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük a lehetőséget!